Köszönjük Artinak ez a balkalmas előadás. Hát én úgy gondolom, hogy mi tovább fogjuk folytatni ez az egész demonstrációt, mindaddig, amíg érdemi döntés nem fog születni. Mert ugye a napnál világosabb, hogy a bankok átvettek bennünket, és ezeket a hiteleket ugye tárcán kínálták, csak ezt ajánlották, és közben meg ugye, hogy bajban sodoltak bennünket tudatosan. Ugye tudomásuk volt erről. És nagyon sok családot ugye belevittek ebben a válsághelyzetben, és most nem hajlandóak nekünk semmiféle megoldást adni. Tehát igazából csak basszatolják az ügyünket, és nekünk nem megsegíteni kell, hanem igazságot követelünk. Tehát követeljük azt, hogy ezeket a hiteleket töröljék el, a végrehajtásokat pedig azonnal állítsák le, és az embereket pedig kártalanítsák. Ugyanis nem fogjuk magunkat hagyni sem megfélemlíteni, sem megalázni, sem pedig ki semmizni, és az életünket sem... Megkérlek, Feri, akkor légy szíves, te is gyere, mondd el a véleményedet, mert én azt gondolom, hogy mindenkinek van véleménye, és nyugodtan el lehet mondani. Hát én most ennyit szerettem volna még, de majd aztán még el fogom mondani, ami még eszembe jut, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki még tudja, akkor... Csak azt szeretném kérdezni, Tessa. Igen. Nézz itt az emberek szemébe. Igen. És kérek az embereket, nézzék vissza. Szerintetek ez a hölgy abba hagyja addig, amíg nem lesz igazság? Nem. Jaj, köszönöm szépen! Igen, és én tudom az ő mozgatórugóját, hogy ő miért csinálja ezt. Elmondod? Hát igen, elmondom. Sajnos nálunk szomorú hír is, hát hírt szeretnék elmondani, mert ugyanis az én bátyám nagyon fiatalon erre a deviza mocsokra ment rá, és ez ugyanis e hónap 29-én lesz az évfordulója, ami hatalmasan hát megdöbbent, és egyszerűen nem tudom feldolgozni, hogy nagyon fiatalon elment, de viszont ezért folytatni fogom, és nem fogom feladni még addig, amíg tényleg érdemi döntés nem lesz. És az egész családom, ezt elmondom nektek, az egész családom ráment erre, hogy ugye elveszítettem a bátyámat ez miatt a hitelezés véget. Tehát ő nem bírta kezelni ezt a dolgot, és én megígértem neki ott fönt, hogy én ezt végig fogom vinni, és nem adom fel, és nem adom fel, és nem adom fel. Ő érte is teszem. Nem adjuk fel! Nem adjuk fel! Nem adjuk fel! És én azt kérem mindenkitől, hogy mindenki ezt tegye. Ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni, és megalázni, és kisemlízni, és folytatnunk el, mert nem szabad, hogy az életünk rámegyen, hisz hallottátok, hogy milyen sokan belebetegszenek ebben. Mi nem fogunk belebetegedni, végig csináljuk, nem engedünk, nem adjuk fel. Leszámolunk a mocskokkal! Így van, leszámolunk. Hogy én mondtam, hogy egy harcosan az gondolsz, hogy tényleg nem fogja feladni ilyen indítatással itt bármi, és a kártérítés összegen gondolkodja, nem már csak azon, hogy most mi lesz, hanem a kártérítés összegen azért is hoztam el példának ezt a kisságból, hogy lássátok, hogy ezek a bankok igenis kártérítést kötelesek fizetni nekünk, nagyon súlyos milliárd forintnyi kártérítéseket. Nem csak, hogy majd 10 milliárd az árfolyam különbözet, meg ennyi a nagy lófasz. Elnézést, bocsánat, de nem. Tehát látjátok, itten komolyan beszélünk, nem azért jöttünk ide, nem bohózkodásért, azért jöttünk ide, hogy tájékoztassuk a még tudatlan embereket. Ha csak itt a mai nap egy 10-20 járok jelenet, felnyitjuk a szemét, és megkérjük, hogy amikor hazamegy, üsse be az interneten, és nézze meg a 2004-es bétjelentésbe a 9. táblázatot. Amikor tudatosan tudták 2004-ben, vagy 2014-ben 256 forint lesz a svájci frank. Ezt nagyon jól tudták, és ezt eladták nekünk gyönyörűen szépen mézesmacet a szaloncukorba csomagolva. És akkor most folytatásnak akkor elővenném, amiket hoztam fel, és segítesz itt egy kicsit majd. Én most felemelem a kártérítési összeget, mert 50 millió, 500 millióra. Én meg 50 milliárdra. Jó, oké, ez így. Hoztam. Nem hoztam nektek egy kis bizonyítékot, ugye, hogy ő miért nem adja fel, és látjátok, az ő bátyja, ide vennék ezt egy kis búzaszemeket hoztam, mindenki tudja, egy icipici búzaszem, ha bekerül egy ilyen bank darálójába, itt vannak a kalapácsok, egy-két fordulat után a sok szem közt el tud vészni, de előbb-utóbb elüti a kalapács, és vagy két pofont kap, és utána olyan picire töri magát, hogy átesik ezen a darálon, utána átesik a rostán. Hoztam ilyet, tegyük ide le.
tételezzük fel, hogy itt van, és átesett a rostán. Nagyon sok ember megtört már, nagyon sok ember nem tudja fizetni a hitelét. Odaadta, ide leteszem. De leteszem, mert az így pont jó. Itt van továbbra is a darálom. És én azt mondom, hogy most pedig az jön, tiszta kukoricát nem hoztam, de ugye van kukorica, búza, vegyes darálék, minél jobb a vegyes darálék, annál jobb a jószágnak, és ha látjátok, van benne napraforgó. És én azt a napraforgót úgy hívom, hogy tudás, de hívhatnám ezt a napraforgót a mostani közgazdászok, a jogászoknak is hívhatnám, mert a tudás önállók van. Elvileg kitanítottuk, elvégezték az egyetemet a mi pénzünkön, és nagyon nem szóltak nekünk. És ugye az az érdekes, hogy ebben a darálóban egy körülbelül ilyen 10%-i tudást, hogy össze-vissza belekeverünk, és ebből a tipünk, és belekerülünk, örülnek, és azt mondom, hiába van tudásod, amíg csak ez 10%, addig csak örülsz, és előbb-utóbb megörülnek, és ugyanúgy kikerülsz ebből a darálóból, és ugyanúgy megörülnek téged. És akkor most jön a következő, ami szerintem a lényeg, a tudás. Hogyha ebben a darálóban úgy kerül be a szem, hogy valahogy, valamilyen módon ez a tudás egy hirtelen nagy adagban érkezik, vagy egyszerre nagyon sok ember ébred rá erre a tudásra, hogy átverték őket, akkor ez a darálóba nem engedi a tört szemeket lepotyogni, összeragassza, és itt kering, forog, míg egyszer csak lég a daráló, és több szem nem esik ki. Viszont ezt a tudást folyamatosan át kell adnunk, mert azzal az emberrel, akit már megörölt a daráló, és odaadta, visszavitte az autóját mondjuk, és piros madzaggal átöltve leadta az autós telepen, vagy kifestve odaadta a lakását, és nem akart kötözködni a végrehajtóval a rendőröken, ha még ő is utána néz a dolgoknak, és ha még ő is 5 éven belül van, illetve bármilyen elévülési időt vehetünk, és ez az ember is magához veszi a tudást, és újból azt mondja, hogy én nekifutok a bankoknak, és újból bekerülök, ekkora tudással ez az összetört szem sem esik át már a rostán, hanem összeragad, egyiáll, összeáll, és egy nagyon komoly erőt fog képviselni. És ezért kell nekünk ezt a tudást minél több emberre megosztani, ezért jöttünk le többek között Zalaegerszegre is, hogy elmondjuk ezeknek az embereknek, akár a megtört embereknek, akár aki már itt forog a darálóba, akár aki még a daráló fölött van és esetleg még tudja fizetni, hogy legyen. Csak kérdezem én, hol a francba vannak a közgazdászok? Hol a francba vannak a jogászok? Mert hogyha hirtelen beesne a darálóba ez a nagy adag tudás, akkor itt nem, idézőben nem lenne nekünk gond. Na most azért is hoztam még ezt a darálra rosszát, mert ugye bármennyi ilyen összehalmozott, akár 10%-a levő tudás átmegy ezen a darálon, előbb-utóbb kikoptatja. Kikoptatja a darálon, és bármi fog történni, ez az ügy meg fog oldódni. Csak itt az idő nem mindegy. És most két ilyen daráló rostát hozhattam volna el, ezen látszik, hogy elég drasztikusan nyílt ki. Tehát nem elvékonyodott, elkopott, hanem drasztikusan. És tudjátok mitől? Azt, hogy nem vettem észre, és a szembe, amit belöntöttem, volt egy hatos anyag. Egy icipici kis, kemény hatos anyag. És én azt mondom nektek, hogy itt mi mindannyian hatos anyák vagyunk. Mi mindannyian, külön az OTP darálót, külön az Erste Bank darálóját, külön a Budapest Bank darálóját, külön a KK-ban darálóját, egy szál magunk is kinyithatjuk, tönkretehetjük a rostát, és ezen keresztül ki tudnak folyni, ki tudnak menekülni az emberek ezen a rúton keresztül. Nem kell éveket várni, hogy több száz kiló, több ezer kiló ledaráljunk, ami olyan vékonyra elfogtatja, hogy itt kimegy. Itt egy a lényeg, fáj hatos anyává, aki nem, vagy 6, vagy 8-as, vagy 10-es, vagy 12-es, teljesen mindegy. És én tudom, hogy itt közöttünk nagyon sok kemény ember van, főleg a tetszát is láttátok, és azért próbáltam kihúzni belőle, hogy láttátok, ő nem fogja föladni. A tetsza Zalaegerszeg 6-os anyája. Ő itt bent kevereg. Gise! Gise fogja, ő is egy 6-os anyja. Igen, helyes. De a lényeg, hogy egy icipici kemény hatos anyja is ki tudja szakítani ennek a hatalmas nagy darálónak a rostáját, és utána az összes Zalaegerszeg és az Zalaegerszeg környék, vagy akár ez a Zala megyei emberek át tudnak folyni ezen a rostán, anélkül, hogy a daráló bármit is csinálna belőlük, meg itt mérke. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.